nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Aránytalan elosztásról beszél a pécsi ellenzék, döntés a civil támogatásokról a Városházán. Köszönet a helytállásért a dolgozóknak, pénzjutalom a pécsi szociális dolgozóknak. Az akácméz mintegy felét tudták csak kitermelni, betegségek is támadhatják a méheket. Motoros technikai képzés és polgárőrök oktatása, Pogányban várták az érdeklődőket a hétvégén. Félti a civil szervezetek működését a pécsi ellenzéki oldal. Azt kifogásolják, hogy aránytalanul kevés támogatást kapnak az önkormányzattól azok, akik már évek óta sikeresen működtetnek közösségi házakat a Baranyai megyeszékhelyen. Most a tevékenységük kerül veszélybe, ami az egyes városrészek közművelődési feladatainak leépülését is jelenti. A városvezetői oldal szerint minden évben keveslik a támogatást az egyes szervezetek, azonban megvan kötve a kezük, csak a rendelkezésre álló pénzt tudják szétosztani, többet nem. Ilyen mértékű aránytalanságot nem indokolnak a beszámolók. A civil szervezeteknek megítélt önkormányzati támogatásokról mondta ezt az önkormányzati képviselő a Kulturális Bizottság hétfői ülésén. A Városháza, a civilek tevékenysége, az elért emberek száma az ingatlan fenntartás alapján ítélte oda az összegeket egy korábbi közlemény szerint. Ennek arányait kifogásolja az ellenzéki oldal. Olyan, hogy mindenki meg legyen elégedve egy ilyen elosztással, olyan szerintem sosincs, és csak úgy csendesen megjegyzem, hogy a korábbi években sem vártam olyan baromi nagy egyeztetést ezek. Ugyanis megmondom, hogy miért. Nem rólom föl nagyon a városvezetésnek, mert az van, hogy a pénz mindig kevés, és valakinek döntést kell hozni. Tehát ha egyeztetgetünk, akkor mindenki azt mondja, hogy az a pénz, amit nekem akartok adni, az tudni biztos, hogy nem elég nekem. Ennyi pénzt tudtak erre fordítani, ez van, mondta a bizottság tagja, a város civil kapcsolatokért felelős tanácsnoka. Az ellenzék szerint az aránytalan támogatási rendszer miatt több városrészben ellehetetlenülnek a közösségi házak. Például a Kertvárosban, amelyik egy 60 ezeres, közel 60 ezeres városrész, gyakorlatilag egyetlen egy civil szervezet kapott csak támogatást, és az is így 500 ezer forintot. Mondhatni, hogy 60 ezer embernek a közművelődése ennyit ér pécsi városvezetésnek, de hasonló a helyzet a keleti városrészben, hogy olyan szervezetek, akik 3-4 közösségi házat működtetnek Meszesen, vagy éppen Vasassamogyhírden, ők is így 500-500 ezer forintot kaptak, amivel gyakorlatilag ellehetetlenülnek. A civil szervezetek működésére most 16 millió forintot osztott szét az önkormányzat. Ebből az összegből a nevelőkháza kapott 5,5 milliót, a többit 500 ezer és 1 millió forint közötti összegeket a többi szervezetnek juttatták. A támogatásokról szó lesz még a héten, hiszen a bizottsági javaslatot a szerdai rendkívüli közgyűlésen ismerhetik meg a pécsi képviselőtestület tagjai. A szociális szférában dolgozók jutalmazása is téma lesz a július 15-i rendkívüli pécsi közgyűlésen. Korábban az óvodai, bölcsődei dolgozóknak egy kafetéria kifizetésen keresztül, illetve az idős otthoni dolgozók részére egy 20 millió forintos keretösszeg biztosításával mondott köszönetet a városvezetés a COVID-helyzetben végzett munkájukért, mondta korábban a pécsi polgármester. Voltak olyanok, akik vállalták, hogy beköltöznek az idős otthonba, így segítve a védekezést. Ezzel a beköltözéssel a gondozott idősek vírusfertőzési esélyét drasztikusan le tudták csökkenteni, szóval vállalták ezt a beköltözést, ami még egyszer mondom, egy ilyen időszakban azt gondolom, hogy maximálisan elismerendő lépés. Szóval az ő részükre ezt igyekeztünk anyagi értelemben is meghálálni, és most arról fogok beszélni, hogy az Integrált Nappali Szociális Intézmény, valamint az Esztergál Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ munkatársainak 25 ezer, tehát egyszeri fejenkénti 25 ezer forintos, tehát 25 ezer forintos juttatást fogunk biztosítani. Mint egy másfél hónapos burkolatjavítási munkálatok indulnak szerdától a kórháztérig buszöbölben. Ezért a megállót arrébb helyezi a pécsi város üzemeltetési cég. A buszmegálló a munkálatok idejére átkerül a Rákóczi út 8-as szám elé. A felújításhoz kapcsolódóan a Garai utca forgalmi rendje is megváltozik. Ideiglenesen lezárják a kórháztér irányából, és két irányúvá válik.
Az átlagos méztermés mintegy felét tudták csak előállítani a baranyai méhészek. Az idei évben ugyanis a hirtelen tavaszi fagy óriási károkat okozott az akácosokban. A szakember szerint előfordulhat, hogy már 2021 elején nem lesz kapható ez a fajta méz. A kevesebb termés mellett egy a méhekre halálos betegséggel is számolniuk kell a méhészeknek. Jóval kevesebb akácmézet termeltek idén a méhészek. A márciusi fagyok ugyanis több akácosban is hatalmas károkat okoztak. Emiatt az árakban is emelkedés mutatkozott, már most többe kerül ez a fajta méz a piacokon, sőt a felvásárlási árak is magasabbak lettek. A szakember azt mondja, elképzelhető, hogy a jövő év elejére már nem lesz kapható a termelőknél akácméz. Azt lehet mondani, hogy ilyen 10 és 15 kg körüli átlag, ez a mindenkori Baranya megyei termésnek, átlagtermésnek a fele. De ezzel a gyenge eredménnyel az országon belül mi még jó helyen vagyunk, ugyanis az ország többi részén még kevesebb termés született. Az akác után a hás is kevesebbnek tátadott, ebben az esetben azonban a szárazság miatt lett kevesebb a termés, de a napraforgóból még várható nagyobb mennyiség. Nem csak a kieső termés miatt aggódhatnak a méhészek, a napokban zárlatot rendeltek el Pécs területén a méhekre vonatkozóan. Ismét felütötte a fejét ugyanis az úgynevezett nyúlós költésrothadás, ami a nektárgyűjtő rovarok fiasítását támadja meg. A betegséget okozó baktérium ellen nincs gyógymód, így a fertőzött családokat ki kell írtani. A kór tovább terjedését megelőzendő a járási főállatorvos mézárlatot rendelt el a Baranyai megye székhelyen. Nem érinti a méhészek esetében a méznek a felvásárlását, kizárólagosan csak is annál a méhésznél, akinél a betegséget megtalálták, mert azt a mézet nem lehet eladni, emberre nem veszélyes, semmilyen következményekkel nem jár, hogyha az ember érintkezik vele, vagy találkozik vele. Ez kifejezetten csak is a méheknek a fiasítását, azaz az utódokat betegíti meg ez a baktérium. Az állat idején a méheket nem lehet vándoroltatni oda, illetve el arról a területről, ahol ez érvényben van. Egy pécsi cég egyébként néhány hónapja kezdte meg a kutatást egy a nyúlós költésrothadás elleni szer kidolgozására vonatkozóan, ami a tervek szerint teljesen bio lesz, így minden méhész használhatja majd. A pécsike március 3-ai indulásától július 7-ig összesen 2612 bringa kölcsönzés történt, a karantén időszak végével pedig felpörgött az elektromos kétkerekük iránti kereslet a Biocom adatai szerint. Márciusban 362, áprilisban 462, májusban 586, júniusban 874, július első hetében pedig 328 kölcsönzés történt. Az adatok szerint a pécsiek mellett a turisták is előszeretettel élnek a lehetőséggel. A legnépszerűbb állomás a Kossuth téri, ahol március 2-ától június 20-áig 396 dokkolás és ugyanennyi kölcsönzést rögzítettek. Hogyan közlekedhet biztonságosabban a motoros az utakon, mire kell figyelnie, mik azok a technikai tudnivalók, amik segíthetik a balesetek elkerülését. Ezekre kaphattak választ azok az érdeklődők, akik részt vettek a Pogányi reptérre szervezett motoros napon a hétvégén. Itt a Baranya megyei polgárőrök és a rendőrök segítettek a civileknek a vezetés technikájuk fejlesztésében. Motorosok a Pogányi reptéren kijelölt ügyességi pályán szombaton. Itt tartották a megyei rendőrök és polgárőrök szervezte motoros napot, ahol vezetéstechnikai tréninget is tartottak a civil jelentkezőknek. Megpróbálják megtanítani a laza, könnyed motorozást, ugye, aki egy kicsit tart tőle, meg annak azért ez is segít, de nyilván a saját motoromnak a megismerését, a fék használatot, a biztonságos kanyarodást, és ugye program részeként ugye előbb-utóbb van a megállás és a vészfékezés is benne van, tehát minden olyan, ami szükséges ahhoz, hogy az ember könnyeden lazán tudjon motorozni. Mondja az egyik résztvevő, aki fontosnak tartja, hogy biztonságosan tudjon motorozni, ezért jött el a tréningre. A motoros tagozat is ugye érintett ebben a programban, hogy számunkra nagyon fontos, hogy mi is motorosok vagyunk, a motorosok biztonsága az számunkra igen fontos feladat. De azt vettük észre az a tapasztalat, hogy most nagyon magas a sajnos a baleseti statisztika, és próbálunk ezzel ellen tenni, hogy segítünk nekik azokban a technikáknak az elsajátításában, amivel megelőzhetők a balesetet. De nem csak ez volt a célja a hétvégi eseménynek, mondja a megyei szövetség elnöke.
Három komolyabb programja van ennek a napnak, vagy ennek a két napnak. Az egyik a polgárőröknek a képzése, a másik a civileknek a bevonása a polgárőr, illetve a rendőri tevékenységbe, a harmadik pedig az, hogy toborozzunk polgárőröket, hogyha olyan embereket találunk itt a motorosok között, akik mi is úgy gondoljuk, hogy alkalmasak, akkor azokat az embereket bebírjuk vonzani az egyesületbe, és növeljék a létszámot. És ne csak a létszámot növeljék, hanem magát a szakmai tudást is elsajátítsák. Eddig a járványhelyzet miatt nem tarthatták meg a polgárőrök rendszeres éves képzését. A szigorítások lazítása után azonban megszervezték az oktatást a kollégáiknak, amit kiegészítettek a rendőrökkel összefogva a motoros nappal július 2. hétvégéjére. Remélhetőleg hagyományosan, normál munkarendben lehet elkezdeni az új tanévet, de arra is fel kell készülni, hogy esetleg ismét digitális oktatásra kell átállniuk az iskolásoknak a koronavírus járvány miatt, közölte a köznevelését felelős államtitkár. Maruzsa Zoltán elmondta, a tanév kezdetéig még másfél hónap van. Ez idő alatt az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján vizsgálják, milyen új technológiai megoldásokat lehet használni, ha újra otthoni oktatás lesz. Hozzátette, a tanév legelejét arra is használják majd, hogy felkészüljenek a rendkívüli eseményekre. Boros Misi, egy komoly zenei tehetségkutató korcsoport győztese kapta meg elsőként a Magyar Klasszikus Zene ifjú nagykövete díjat. A 17 éves zongorista a magyar klasszikus zene megismertetését és terjesztését szolgáló kimagasló művészeti teljesítménye elismeréseként vehette át az oklevelet. A fiatal tehetség már 4 éves kora óta foglalkozik ezzel a hangszerrel, iskolás évei alatt pedig minden hazai versenyen korcsoportjának győztese lett. A most elnyert díj lehetőséget ad külföldi koncertek lebonyolítására is. Mint azt Boros Misi elmondta, már vannak tervek, és nagyon örül, hogy a határokon túl is bemutathatja a magyar komoly zenét a közönségnek. Szerintem ez egy nagyon nagyszerű kezdeményezés, ugyanis ezt megmutatni, és az, hogy ugye ilyen nagyszerű zeneszerzőink vannak, ez egy különleges dolog, ugyanis úgy hazánkat képviselni, hogy mi magyarokként magyar zenét játszhatunk, az egy speciális és különleges lehetőség. Úgyhogy várom, hogy külföldön is megmutathassuk magunkat, és Magyarország hírét vigyük. A járványügyi helyzet miatt számos várt, jól megszokott rendezvényt töröltek Mohácson is. A Sokac Babfőző Fesztivál azonban nem marad el, csak pár héttel később, szeptember 1. szombatján rendezik meg, vagyis szeptember 5-én. A rendezvény programjai a jól megszokottak szerint alakulnak. Délután 2 órakor a köszöntők elhangzása után kezdődik a főzés. Kulturális és kézműves bemutatókat is terveznek, a vacsorát követően pedig kezdődhet az utcabál. 3 napos mini edzőtábor tartott a Mohácsi TE 1888 labdarúgó csapata. A Baranya megyei első osztályban szereplő gárda célja a dobogós helyek egyikének megszerzése a 2020-21-es szezonban, de Kvanduk János együttese a Magyar Kupában is szeretne a főtáblára kerülni. Mivel a csapat márciusban játszott utoljára bajnoki mérkőzést, örülnek az edzési lehetőségnek. A vezetőedző elmondta, hogy az ilyen mini edzőtáborok alkalmával az egyéni képességeket is fejleszthetik a játékosok. A sportolók egy 6-7-es felkészülési ciklus terveztek a nyár folyamán. Augusztus 15-én van egy Magyar Kupa meccs, ha minden igaz, bár még nem tudom a Baranya megyei versenyprogramot, ami azért nem teszi könnyűvé a dolgokat, de hát mi úgy számoljuk, hogy augusztus 15-én kell először tétmeccset játszani, addig van egy 6-7-es felkészülés, amiben lesz 2 ilyen hétvége, ahol 4-et edzünk, és hát 5-öt edzünk péntek, szombat, vasárnap. Hát próbáljuk jól elosztani a terhelés pihenést a játékosoknál. A magyar kormány döntése alapján Horvátország a zöld kategóriába sorolt országok közé tartozik, vagyis a magyaroknak szabad a belépés Horvátországba, az onnan való visszatéréskor pedig nem kell 14 napos karanténba vonulniuk, és nincs szükség negatív koronavírus tesztre sem. A két ország határa tehát korlátozások nélkül átjárható, közölte a horvát idegenforgalmi közösség budapesti képviseletének igazgatója az MTI-vel. Az adriai államban jelenleg a két legnagyobb gócpontnak Zágráb és Szlavónia számít. A tengerparton ugyanakkor csupán elenyésző számú fertőzést regisztráltak. A régió híreivel folytatjuk.
81 éves egykori önkormányzati képviselőt inzultáltak és aláztak meg az utcáról a saját háza előtt Szekszárdon. Tóthi János azt mondja, szerinte azért történhetett az eset, mert a Facebookon kritizálta az éjjel Szekszárd által hozott döntéseket. Például a bizottsági tagok számának növelését, a képviselői és bizottsági tagoknak járó illetmények megemelését és az önkormányzati cégek vezetőváltásainak módját. Valószínűleg ittasak voltak annak a társaságnak a tagjai, akik néhány napja éjszaka kezdtek el üvöltözni Tóthi Jánosék háza előtt. Előbb az ott lakó egyik ismerősét inzultálták, majd ordibálni kezdték a János bácsi a csatában című dalt, aminek a vége így hangzik, glóri, glóri, alleluja, ez az ember már hulla. Ezt követően a társaság egyik tagja a háza felé dobott egy kavicsot. A 81 éves egykori képviselő azt mondja, őt és a feleségét szörnyen megrázta az eset, és főleg a dal, hiszen Tóthi János régóta küzd súlyos betegséggel, ezért esett neki rosszul, hogy a halálával viccelődtek. A randalírozó társaság tagjairól tudja, kik voltak azok, régóta ismerik egymást. Szerinte azért haragszanak rá, mert a Facebookon kritizálta az éjjel Szekszárd által hozott döntéseket. Például a bizottsági tagok számának növelését, a képviselői és bizottsági tagoknak járó illetmények megemelését és az önkormányzati cégek vezetőváltásainak módját. Tóthi János azt mondja, nem tesz feljelentést, de soha nem felejti el, hogy mit kellett átélnie, amiért kritizálta az éjjel Szekszárd frakció döntéseit. Az összetartozás jegyében zajlik idén a Magyarok Kenyere program. Somogy megyében 13 gyűjtőponton várják a gazdáktól és a magánszemélyektől a búzaadományokat. Az ebből készített lisztet rászorulók, idősotthonok és gyermekotthonok kapják majd meg. A kezdeményezéshez évről évre többen csatlakoznak. Két helyen már 5 éve működik gyűjtőpont, a gazdák pedig szívesen adnak egy-egy zsák búzát a Magyarok Kenyere programban. Erről is beszéltek a településen tartott sajtótájékoztatón. Az a tapasztalatom, hogy a gazdák évről évre bátrabban, önszántabban egyre nagyobb felajánlásokat adnak, és azt köszönöm szépen ezen az úton is, illetve meg szeretném még köszönni azt is, hogy ebbe a legnagyobb munkába, a gazdáknak az év legnagyobb munkájába így helytállnak a gazdák, hogy jönnek, és az aratás első napjaiba hozzák az adományokat. Neszményi Zsolt kormány megbízott köszöntőjében kiemelte, a program a nemzeti összetartozást jelképezi. Emellett köszönetet mondott a somogyi gazdáknak, hogy több mint 2000 a megyében élő gyermek részesülhet az adományban. Közel 10 éve ez a program nagy sikerrel működik, és mindig egyre többen és egyre nagyobb mennyiségű gabonát ajánlanak föl, és ez mindig jótékony célra megy, és így az idén is több ezer somogyi rászorulthoz juttatják el a gazdák a gabonát és az abból készült lisztet. Minden gyűjtőpont vezetőinek, így most itt helyben két helyen a Schmidt László úrnak is köszönöm azt a munkát, amit ezért végeztek. Somogy megyében 13 gyűjtőponton várják a gazdáktól és a magánszemélyektől a búzaadományokat. Az ebből készített lisztet rászorulók, idős otthonok és gyermekotthonok kapják majd meg. A kezdeményezéshez évről évre többen csatlakoznak. A legalább 25 tonna mennyiség meg lesz, de szeretnénk ezt évről évre fejleszteni, és az adományozók számát is szeretnénk növelni. Hozzátéve, hogy nagyon fontos a mennyiség is összességében, de fontosabbnak tartom azt, hogy egyre többen vegyenek ebben részt, akár úgy, hogyha vásárolnak, akár úgy, hogyha sajátjuk van. Ha egy zsákkal tud hozni, akkor egy zsákkal hoz, de minél szélesebb körben legyen az ismert, és gyakorolja mindenki az adományozás örömére. A két helyen tartott sajtótájékoztatón Móring József Attila kiemelte, a Magyarok Kenyere program a világon egyedülálló összefogás, a somogyi gazdák pedig minden évben szívvel, lélekkel a nemes kezdeményezés mellé állnak. Nyaralás idején is van arra mód, hogy biztonságban tudjuk értékeinket, ingatlanunkat. A rendőrség rendszeresen ellenőrzi a házakat, amennyiben ezt igényeljük az úgynevezett nyaralókártya programhoz csatlakozva. Maga a program 2006-ban indult a szekszárdi rendőrkapitányságon, de már a megyei programmá nőtte ki magát. Számos veszéllyel járhat, ha elmegyünk nyaralni. A felügyelet nélkül hagyott ingatlanunk és értékeink a bűnözők számára vonzóvá válhatnak.
különösen akkor, ha nem figyelünk arra, hogy ne legyenek arra utaló jelek, hogy húzamosabb ideig nem tartózkodunk otthon. Érdemes ilyenkor a szomszédok segítségét kérni abban, hogy rendszeresen nézzenek rá lakásunkra, ürítsék ki a postaládánkat. A rendőrség szerint az is ajánlatos, hogy ne rakjunk fel képeket a közösségi oldalakra arról, hogy éppen hol nyaralunk, mert a betörők ezeket figyelhetik és lecsaphatnak a kínálkozó lehetőségekre. A rendőrség úgynevezett nyaralókártya programja éppen azt a célt szolgálja, hogy megelőzzék ezeket a betöréseket. Az embereknek nincsen más dolguk, mint egy nyomtatványt kitölteni, ami tartalmazza az ingatlan tulajdonosának és a lakásnak a szükséges adatait. Az adatlapot a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságon kell igényelni, és a promócióban megadott munkatárs részére eljuttatni. Tolna megyében 14 éve működik ez a program. Ebben a mai időszakban már belekapcsolódott valamennyi rendőrkapitányság, a Paksi, a Dombóvári, a Bonyhád és a Tamási rendőrkapitányság is. Mindegyik kapitányságon van egy kijelölt munkatárs, aki ezeknek a nyaralókártya programnak a promócióját csinálja. Ő segít az embereknek abban, hogy a nyaralókártya programhoz kapcsolódó adatlapot kitöltsék. A rendőrség szóvívője kiemelte, a hatóság munkatársai az ellenőrzés során az ingatlan területére nem lépnek be. Kollégáim visszatérően ellenőrzik az ingatlant. Itt természetesen nem arra kell gondolni, hogy bemennek a házba és körülnéznek, hanem az utcafrontról ellenőrzik, hogy a nyílászárók rendben vannak-e, nincs-e valami sérülés a bejárati ajtón, egyebek. Hogyha bármi rendkívüli tapasztalnak, akkor azonnal további intézkedéseket tesznek. Az elmúlt évben több tucatnyian igényelték a nyaralókártyát Tolna megyében. A rendőrség tájékoztatása szerint olyan betörés nem történt a térségben, ami azért következett volna be, mert a tulajdonosok elmentek nyaralni. 106 szabadtéri tűzeset történt Tolna megyében az idén, amiből 5 eset érintette az aratás vagy a mezőgazdasági munkálatokat. Csak az elmúlt 2 napban 2 mezőgazdasági tűzhöz riasztották a lánglovagokat. Legutóbb Pakson és Múcsi határában kapott lángra több hektáron a tarló, a szalmabálák vagy éppen az erdő. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője azt mondja, a nyáron megnövekvő szabadtéri tüzek kialakulásában az emberi gondatlanság, valamint a száraz időjárás is szerepet játszik. Fél hektárnyi területen égett az erdő Pakson. A tűzoltók 2 fecskendővel és egy vízszállítószerrel oltották el a tüzet. Ezek a felvételek pedig már Múcsi határában készültek. Itt mintegy 4 hektáron égett a tarló, és szalmabálák is lángra kaptak. 4 hivatásos tűzoltó parancsnokság. Itt a Bonyhádi, a Szekszárdi, a Dombovári, valamint a Sásdi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszíne, összesen 6 fecskendővel. A végén a rajok 3 vízsugár segítségével és kézi szerszámokkal oltották el a kialakult tüzet. A katasztrófavédelem szóvívője azt mondja, a mezőgazdasági tüzek kialakulását a gépek rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával lehet többek között megelőzni. Ehhez a katasztrófavédelem segítségét is kérhetik a gazdák. Fontos, hogy a mezőgazdasági termelők a motorblokkot, erőgépek villamos berendezését rendszeresen nézzék át, és arról is győződjenek meg, hogy a kipufogók szikrafogóval el legyenek látva. Égszíjakat, csapágyakat is át kell vizsgálniuk, hogy azok a rájuk rakódó portól nehogy begyulladjanak. Ezek leárásokkor ezeket a rendszereket le kell ellenőrizniük. A kialakult portól, ugye mezőgazdasági száraz terményektől meg kell takarítaniuk, valamint figyelni kell arra is, hogy ezekkel a munkagépekkel lehetőség szerint ne a tarló közelébe, hanem egy biztonságos helyen tudják őket leállítani. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az eldobott cigarettacsik szabadtéri tüzet okoz, ezért tilos a gabonatáblán járművek és a munkagépek vezető fülkéjében rágyújtani, tette hozzá a szóvívő. Tolna megyében az idén 106 szabadtéri tűzeset történt, ezekből 5 eset érintette az aratást vagy a mezőgazdasági munkálatokat. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Aránytalan elosztásról beszél a pécsi ellenzék, döntés a civil támogatásokról a Városházán. Köszönet a helytállásért a dolgozóknak, pénzjutalom a pécsi szociális dolgozóknak. Az akácméz mintegy felét tudták csak kitermelni, betegségek is támadhatják a méheket. Motoros technikai képzés és polgárőrök oktatása, Pogányban várták az érdeklődőket a hétvégén.
Kedden is számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de az időnként megrövekvő gomoly felhőkből számottevő csapadék ezen a napon sem várható. Már csak néhol lehet élénk az északkeleti szél, hajnalban 12-14, délután 25-27 fok várható. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!